Köszöntöm a Sóvidék Televízió nézőit! Mai adásunkban Márton Erika klinikai pszichológussal és terapeutával fogunk beszélgetni a stresszről, a szorongásról, a kiégésről. Nézzenek minket! Köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm. A mai műsorunkban alapvetően az a cél, hogy a stresszről és a szorongásról beszéljünk. Először kezdjük a stresszel. Ugye a stressz az a mindennapi életünknek a mindennapos velejárója. Talán már divatos is lett, hogy állandóan a stresszt hozzuk fel mindennek az okaként és okozójaként. De úgy gondolom, hogy fontos lenne éppen ezért is egy kicsit a nézőinknek a pszichológus, illetve a terapeuta szemszögéből is megvilágítani azt, hogy mit is jelent a stressz, hogy milyen oka lehetnek, illetve a stressz milyen különböző helyzeteket szül, milyen eredményei vannak a mindennapi életben. És akkor kezdjük talán azzal, hogy mit jelent a stressz, hogy mi a funkciója, hogy milyen negatív vagy esetleg pozitív hatásai vannak. A stressz az egy reakció a különböző minket ért ingerekre. Ezek az ingerek lehetnek pozitívak, avagy negatívak is. Minden külső változás az egy ingert. A stressz az változásra való reagálás. A változás az lehet negatív, vagy pozitív töltető is. Onnantól kezdve, hogy napszakok váltakoznak egészen fiziológiai változásokon át, egészen a találkozásainkig, másoktól kapott és másoknak adott reakciók, egészen a nagy változásokig, ami lehet ugye egy költözés, egy házasság, egy gyerek születése, egészen a fájdalmas változásokig, ami ugye a haláleset, esetenként baleset, vagy bármilyen tragikus következményekkel járó esemény. Ezek mind változások, ezek mind stresszeket okoztatnak a szervezetünkben. Kétféle stresszről beszélhetünk, van az eustressz és a distressz. Az eustressz az a jótékony stressz, amikor motivál, előre hajt minket, valamifele vezet, sportolóknál például, ugye amikor az a, megadja a lendületet nekik, vagy akár vizsgai időszakban, amikor megvan a lendület, hogy most tudjuk, hogy mit kell csinálni, hogy a végére érjünk, és akkor utána van a nyugalmi állapota, amikor igenis megcsináltunk, célba értünk, megvannak a vizsgák, és akkor utána megpihenünk, ugye, amikor megpihen a szervezet, kiengedi a feszültséget, ugye a fizikai izomfeszültséget kiengedi, és akkor utána megpihen. És van a distressz, ami a kártékonyabb stresszfajtának nevezhetünk, amikor az a stressz, a folyamatos feszültség hosszabb ideig fennáll. Tehát ezt mondhatjuk akár krónikus stressz állapotnak is, amikor folyamatos feszültség van az emberi szervezetben. Teszem azt egy feszült munkahely, egy konfliktus helyzet, akár párkapcsolatban, akár családban, akár munkahelyen, amikor nem tudjuk lezárni az adott stresszes folyamatot vagy időszakot. Nem tudjuk, hogy hol a vége, csak folyamatosan érlelődik, folyamatosan bennünk van ez a feszültség. Tehát gyakorlatilag úgy is összegezhetjük mindezt, hogy a szervezetünk egy szinte állandó és folyamatos stressznek van kitéve, csak talán mi a mindennapokban hivatkozunk azokra a helyzetekre, mint stresszes helyzetekre, amikor éppen szaladunk a busz után, vagy éppen elkésünk, vagy nem késünk el, de épp hogy beírunk a munkahelyre, tehát hogy ezeket a negatív helyzeteket nevezzük összesítve stresszes helyzeteknek, de egyébként mindig stressz helyzetben a szervezetünk? Nem. A szervezetnek van nyugalmi állapota. Amikor a szervezet pihen, amikor alszik, akkor nincsen stressz alatt. Amikor egy nyugalmi állapotban vagyok, vagy amikor valakivel, teszem azt meghittem, kommunikálok, akkor nincsen egy stresszes állapot. Stresszes állapotról akkor beszélünk, amikor intenzív válasz ingert adunk egy minket ért stresszorra. A stresszor az, amelyik felkelti a szervezetben az üs vagy fuss reakciót. Tehát amikor el kell döntenem, hogy én most mit csinálok, én most mihez kezdek az adott helyzettel. Mert a stressznek három fázisa van, az üs vagy fuss reakció, a megvalósítási reakció és a lecsengési nyugalmi reakció, úgymond. És ezt a három fázis összességében ez a stressznek az íve. És ez nem él folyamatosan bennünk, tehát nem kapunk folyamatosan ilyen ingereket, jó esetben nyilván. Tehát vannak azok az élethelyzetek, amikor folyamatosan kapunk
egy ingert, amire válaszolni kell, egy stresszort. De alaphelyzetben nincsen egy folyamatos stressz hatás. És ha most kimondottan az alvásról beszélünk, amit említettél, létezik az az alvási fázis, amikor mondjuk valaki nyugtalanul alszik, működik az idegrendszer, dolgozik, azt szokták mondani az idegrendszer. Ilyenkor vannak esetleg belső stressz helyzetek a szervezetben, még így elvileg nyugalmi alvóállapotban is? Igen, tehát amikor a szervezet folyamatosan stressznek van kitéve, az egy szorongásos állapotot fog eredményezni. Amikor a szervezet, tehát hosszabb távon éri stressz, akkor az a szervezet megfeszül, tehát úgy az izmok, úgy az idegek. Folyamatosan feszültség alatt van a test, ami által nem tud lazulni sem. Ezért nagyon fontos megtalálni mindenkinek azt, hogy mihez kezd a stresszel. A stressz le kell vezetni a szervezetből, mert amikor a szervezetet stressz éri, akkor az megfeszül. Ugye az izom akkor dolgozik, amikor meg van feszítve, és csak úgy tud kilazulni, amikor mozog. Ezért nagyon jó stresszlevezető technika a fizikai mozgás. Akár egy nagy mozgás, egy foci, egy úszás, egy bármilyen más nagy mozgásos módszer. De ez nem mindenkinek tud működni, ezért kell megtalálnunk azt, hogy mi az, ami személyünknek, személyiségünknek működőképes. És az, hogy mondjuk ki mennyire stresszes, milyen mértékben stresszes típus, az mitől függ? Vagy egyáltalán lehet-e arról beszélni, hogy valaki stresszesebb típusú ember, mint egy másik? Ez lehet örökletes, nevelés, környezeti behatásoknak tudható be? Vagy egyáltalán lehet így mondjuk kategorizálni? Nem tudjuk leszűkíteni, hogy akkor most egyik vagy a másik az oka annak, hogy ki hogyan reagál egy stresszes helyzetre. Alapvetően a stresszes helyzetre való reagálás az egy tanult reakció folyamat. Tehát az, hogy én mit hozok, mit tanultam kicsiként, gyerekként, mit láttam a szüleimtől, a családomból, a szűk környezetemből, ki hogyan kezeli a stressz, a feszültséget, ki hogyan vezeti le, tehát ameddig a szülőnek nincsen egy jó stresszlevezető technikája, addig jó eséllyel a gyereknek sem tud lenni. Tehát ameddig ő valahonnan nem látja, mert ugye a gyerekek utánzással tanulnak nagyon sokat, amíg valahonnan nem látja azt, hogy mihez kezdjen ő egy stresszes helyzettel, addig nem fogja tudni, hogy ő mit csináljon. És ugyanez van a felnőtteknél is, hogy ameddig valaki nem mutatja meg azt, hogy hogyan tudom én kezelni az adott helyzetet, addig én feszült maradok. De amint valaki jön, vagy én észreveszem, hogy ez is ez nekem használ, én ebbe is ebbe a helyzetbe ezt is ezt csinálva teszem azt egy alkotás, kézmunka, festés, írás, rajzolás engem megnyugtat, akkor azt jelenti, hogy én ezzel le tudom vezetni a stresszt. De ez mindenkinek más. És gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha én egy bizonyos stresszes helyzetben valahogyan megnyilvánulok, mondjuk összetöröm a szekrényeket, akkor miután megnyugodok, leülök és elemzem ezt a helyzetet, akkor nagy valószínűséggel arra kell rájönnöm, hogy valahol a szüleim is, vagy a nagyszüleim is ezt a fajta reakciót produkálták, és én automatikusan tőlük tanultam el, vagy a nevelőimtől, vagy a környezetemben a legközelebbi személyektől, ha ez tanult reakció. Igen, ez is elmondható, és ugyanakkor az is elmondható, hogy valószínű ez a le nem vezetett feszültség miatt van. Tehát amint az ember megtanulja időszakonként levezetni a felgyülemlet feszültségét, a stressz, akkor nem fog jönni az, hogy én most akkor törjek, zúzzak, mert hogy én tudom azt, hogy nem tudom, szerda esténként elmegyek focizni, de szerda este azban a fociban én levezetem azt a feszültséget, és akkor, hogyha addig fel is gyűlt az a feszültség, akkor én szerda este azt levezetem, és akkor nem fogom összetörni ezt a szekrényt. Mert nekem van egy módszerem, egy technikám, egy időszakom, amikor igenis arról szól, hogy én levezettem azt a feszültséget. Amennyiben nincs, akkor ez folyamatosan gyűlik és gyűlik és gyűlik, és egyszer csak valahol kirobban. És ugye nyilván akkor, ami közel van, az sérül. Na most mindezek fényében nem tudom, mennyire releváns a kérdés, de azért megfogalmazom, összességében el lehetne azt mondani, hogy a mai ember, a 21. századi ember a 2020-as évektől errefelé, vagy mondjuk a 10-es évektől errefelé stresszesebb, mint mondjuk 100 évvel vagy 150 évvel ezelőtt.
Szerintem elmondható azért, mert ha megfigyeljük, nagyon sok munka van az, ami leállítja az embert. Beültette egy íróasztal mellé, beállítja egy gépsor mellé, és akkor ott van mozgásszegény környezetben. Tehát régebb, ha belegondolunk nagyszüleink és visszamenőleg más generációkra is, rengeteget mozogtak. Reggel felkeltek, ellátták az állatokat, kimentek a mezőre, este hazajöttek, megint ellátták az állatokat. Folyamatosan mozgásban voltak. Egyszerűen a szervezetük nem tudta felgyűjteni azt a stresszt. Megnézzük a mai embert, felkel, elmegy az irodába, leül egy asztal mellé, egyszer-kétszer feláll onnan, délután hazamegy, otthon van, lefekszik, és ennyi. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy mekkora volt ezelőtt pár generációval a mozgástér, nagyon-nagyon beszűkítetté vált a mai társadalom mozgástere. Említettem a felvezetőben, hogy időnként még hivatkozunk is, és divatos kifejezésként vagy helyzetként említjük a stresszt, vagy a stressz helyzeteket. Mit gondolsz, hogy valóban okunk van erre, illetve valóban stresszes életünk van, vagy csak olyan jól esik, hogy mindent ráhúzunk arra, minden késést, és minden elmaradt találkozást, és minden ilyen kimaradt eseményt az életünkből, illetve a családból, azt úgy ráhúzunk arra, hogy hű de stresszes az életünk, és hogy alig bírjuk, és emiatt van minden. Minden csúszás, minden késés, minden elmaradás. Mivel nagyon felgyorsult a világunk, nagyon sok inger ér minket nap, mint nap. És sokszor az van, hogy egyszerűen annyi sok mindent kapunk kívülről, hogy nem tudjuk levezetni. És ha levezetnénk is, mindig ott marad, és mindig újra halmozódik ez a bizonyos kupac. És ezért van az, hogy sajnos többször tudjuk azt mondani magunkra, hogy stresszesebbek vagyunk, mint azt, amikor azt mondjuk, hogy nyugodtabbak vagyunk, hogy most akkor nyugodt vagyok, és jól érzem magam. Ezért van, hogy a gyerekek is nagyon sokszor előbb tanulják meg megfogalmazni azt, hogy mi az, amitől félnek, mi az, ami bántja őket, vagy mi az, ami rossz számukra, mint sem az, hogy mi az, ami jó, mi az, ami örömet okoz. Mert egyszerűen ezt kapják ők is, hogy több a negatív sajnos, több az, ami pörget, ami hajt minket, ami ingerel, ami negatív töltető lehet, mint sem az, ami pozitív. Egy ilyen élethelyzetben hogyan lehet a stresszt mondjuk hatékonyan csökkenteni, félretéve azt, hogy mondjuk hetente egyszer elmegyek focizni szerda délután, vagy hetente egyszer-kétszer van valami olyan sportesemény, vagy bármi mozgás, ami lehetőséget ad a stresszt levezetni. Általánosságban, napi szinten, napszakok szintjén hogyan lehet, milyen technikákkal, milyen apró módszerekkel esetleg pszichológus szempontjából csökkenteni a stresszt? A mozgás az tényleg egy első számú stresszlevezető technika. Tehát nem csak technika, hanem ez egy hosszú távú életleni előnyökkel járó megnyilvánulás. Azonban ugye nem mindenki tud mozogni, tehát fizikai mi voltából nem mindenki képes rá, de mindenkinek tud lenni egy zenehallgatás, teszem azt, vagy hangszeren való játszás, vagy kreatív alkotás. Legyen az ugye írás, vagy rajzolás, vagy festés, vagy bármi, de lehet ez bármilyen nagy mozgásos főzés akár, vagy a gyerekekkel való időtöltés, amikor ugye együtt vagyunk, együtt csinálunk valamit, és olyankor lényeges, hogy a szülő, adott esetben a szülő, de akár a felnőtt megtalálja azt, hogy mi az, ami őt feltölti. Tehát nem a gyermekemet, nem a társamat, nem a szüleimet, nem a környezetemet, hanem engem, ami feltölt. És legyen ez bármi. Tehát, hogy mindenkinek más. Van, akinek azonos, ugye persze mozgásformák azonosok, vagy rajzolási technikák, teszem azt, azonosak, de mindenkinek más a belső folyamat, ami ilyenkor lezajlik. És fontos az, hogy mindenki megtalálja, hogy őt személy szerint mi az, ami fel tudja tölteni. Mert azáltal, hogy engem feltölt, a negatívat levezetem. És akkor így helyreáll az egyensúly. És egyébként azt is el lehet mondani, hogy van, akinek stresszlevezető, ha egyedül van, és van, akinek a stresszt az vezeti le, hogy társaságba megy? Igen, tehát hogy nem vagyunk egyformák. Van, aki introvertáltabb típus, neki az kell, hogy ő egyedül tudjon lenni, csendben tudjon lenni, esetenként kevés emberrel tudjon lenni, hogy meglegyen az ő kis saját közege, ő azzal töltődik fel, hogy neki megvan az a kicsi csendje, ez a kicsi nyugalma. És van a másik típus, az extrovertáltabb típus,
aki azzal töltődik fel, hogy ő társaságban van, ő beszélgetni tud másokkal, ő meg tud hallgatni másokat, el tudja mondani a gondolatait, érzéseit, megnyilvánulásait másoknak, neki ez a töltődő. És ez így a jó, tehát, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek más az, ami esetenként tölteni tud, más az, ami pozitív energiákat tud adni a mindennapokhoz. És mi van akkor mondjuk, ha mégsem sikerül valakinek az életében a stresszt és a folyamatos stresszt csökkenteni? Mi lehet ennek a hosszú távú eredménye? A folyamatos stresszt nem tudjuk csökkenteni, csak kezelni tudjuk. Nem tudunk elköltözni egy lakatlan szigetre, hogy ne érjen minket stresszforrás. Sőt, akkor is fog érni, ugye, hogyha csak egyedül vagyunk. Viszont meg tudjuk tanulni kezelni ezt. Azonban, hogyha nem kezeljük, akkor ez szépen lassan fel fog gyűlni. Akkor ez szorongáshoz tud vezetni. A szorongásnak meg szépen lassan fiziológiai, kognitív és viselkedésben megnyilvánuló következményei tudnak lenni. És ez, ahogy szépen lassan tovább gyűrűzik, kiégéshez tud vezetni. Kiégés lehet munkában, kiégés lehet emberi kapcsolatokban, úgy családi, mint párkapcsolat, mint baráti kapcsolatokban esetenként. A különböző megnyilvánulásairól, ha egy kicsit beszélnél, kérlek, bővebben. Tehát fizikailag ez számos fájdalomhoz vezethet, ugye főként az emésztőrendszeri problémákban tud megnyilvánulni, de ugyanakkor a folyamatos stressz az izomzatban, tehát férfiak esetében, főként a hát felső részében, ami inkább erősebben jelen van, mint fájdalom, a nők esetében inkább a derék alsó része, ahol összegyűjtjük úgymond azt a stresszt, mert ugye amikor valaki stresszes, akkor megfeszíti magát tudat alatt, tehát nem ez az erős, de feszültséget tudunk felgyűjteni a saját testünkben. És ez át tud menni idővel akár az emésztésre is, emésztési zavarokat, étkezési zavarokat okozva. Ugyanakkor kognitív megnyilvánulásai lehetnek abban is, hogy valaki folyamatosan fél valamitől, nem is tudja, hogy mitől fél, de fél. A szorongásnak ugye ez az egyik meghatározása, ez a társadalom félelem. Tehát, hogy félek valamitől, de nem tudom, hogy mitől félek. Vagy pedig az, hogy akarok valamit, de nem tudom, hogy mit akarok. Tehát akarok változtatni, de nem tudom, hogy hogyan indítsam el. Vagy az, hogy valaki nagyon nyitott volt, de nagyon zárkózottá válik, és ez nagyon rövid időn belül. Vagy az, hogy valakivel nem lehet kommunikálni, mert folyamatosan keresi, úgymond a kákán a csomót. Tehát, hogy nem találja a helyét, vagy egyszerűen azt érzi, hogy nem tud azonosulni a környezetében lévő személyekkel és eseményekkel. Ez a szorongás lehet mondjuk pillanatnyi, de lehet hosszú távú is? Ez mind a környezeti hatásoktól, éppen történő eseményektől függ. Tehát, hogy az is zavaró lehet, ha minden egyszerre történik, ugyanakkor az is zavaró lehet, ugye, hogyha nem történik semmi. Tehát, hogy összességében az határozza meg, hogy ki mennyire szorong, hogy tud reagálni az adott eseményekre, amikor valami új jön az életébe, a változásokra, ugye, ahogy mondtuk az elején. Ismét feltevődik a kérdés, hogy lehet hajlam szintjén is mondjuk így örökletes, tehát olyan értelemben, hogy hajlamosabb vagyok szorongani állandóan, vagy folyamatosan, vagy sokkal gyakrabban, vagy ez is tanulható, vagy a környezeti hatásoknak is mondjuk betudható? Ez egy kicsit is folyamat, mert amikor a gyermek benne van az anya mélyében, akkor az anyának minden érzését is érzi, nem csak a fiziológiai jelenlétét, ugye, hanem az érzelmi jelenlétét is. Ha az anya folyamatosan stresszben van, akkor ezt a baba átveszi, neki ez lesz a normális. Ő már nem fogja tudni azt, hogy milyen az, amikor teljes anyugalom. Vagy ha tudni is fogja, akkor nem fogja tudni sokáig élvezni, mert hogy ő azt szokta meg, hogy stresszben van. És hogyha ez megszületés után nincsen ez egy külön választva, úgymond, hanem ugye ez tovább viszi, akkor felnőttként is ez lesz neki a normális, hogy folyamatosan, hogy valami dolgozik a háttérben, úgymond. Meg lehet tanulni kezelni, meg lehet tanulni technikákat, amikkel úgymond helyre tudjuk tenni a dolgokat, de ez egy hosszadalmas folyamat. Tehát, hogy a stresszkezelés, a szorongáskezelés az nem egy egyik napról a másikra varázsütésszerűen helyreállítható dolog. Hanem mondjuk évek kérdése?
Elhatározás kérdése, inkább úgy mondanám. Tehát, hogyha valaki eldönti, hogy én ezen a folyamatos belső szorongáson változtatni szeretnék, és ezt igenis eldöntöm és csinálni szeretném, akkor nagyon hamar lehet nagyon látványos eredményeket elérni. Ha meg egy kicsit olyan szeretnék is, meg nem is, akarom is, meg nem is, ez egy ilyen ördögi körét tud változni, hogy változtatok is, de nem is, szorongok, és akkor megint változtatni, akkor megint nem haladtam, megint szorongni kezdek, tehát hogy ez egy ilyen cica játék lesz a végén belőle, hogy most akkor mit is akarunk csinálni igazából. És ebben segíthet a terapeuta? Illetve ha igen, akkor milyen módszerekkel, milyen technikákkal, hogy mondjuk legyőzzük, vagy kezeljük ezt a szorongásos élethelyzetet, vagy életszakaszt? Igen, segíthet a terapeuta abban is, hogy kicsillabizálni, hogy honnan ered ez a szorongás, mi a kiváltója a szorongásnak, honnan indult, mi volt az a stressz forrás, amiből esetleg ugye a szorongás már kigyűrözött, és tud javasolni, mutatni esetleg technikákat, ami a szorongás levezetésében tud segíteni. Légzés technikát, relaxációs technikát, autótréning technikát. És ez a szorongás miben nyilvánul meg így? Emberi viselkedés, megnyilvánulás szintjén, tehát hogyan tudjuk valakiről, hogy szorong? Egyáltalán meg tudjuk-e mondani ránézésre, úgymond, hogy valaki szorong, vagy ő maga kell tudja magáról, illetve elmondja magáról azt, hogy én szorongok, ezt érzem, azt érzem? Akkor valaki szorong, az nagyon nehezen fogja elmondani, hogy ő szorong. Tehát, hogy amikor ez egy tanult reakció az, hogy amikor valami nekem nem jó, arról inkább nem beszélek, hogy ne nyomorítsak úgymond másokat, mert biztos mindenkinek van elég baja. És akkor nem is akarok kezdeni vele, mert hogy majd elmúlik. De ez ott van folyamatosan, érezi az adott egyén, hogy változtatna, de nem tud, nincs az a jó kedve, mint ami esetlenként volt régebben, nehezebben tud kapcsolódni másokkal, nehezebben tud beszélgetni másokkal, nincsen motivációja, nehezen mozdul ki otthonról, nehezen találkozik másokkal, nehezen fog neki úgy akárminek igazából. Tehát ezek mind szorongásos tünetek lehetnek. És ha most valaki a nézőink közül tudja magáról, hogy szorong, akkor annak elmondhatjuk azt, hogy mindenképpen valamit az életében változtatnia kell ahhoz, hogy ez megszűnjön, vagy akár megszűnhet semmilyen környezeti, életviteli változtatások nélkül is, magától? A szorongásnak számos élettani kiváltóka lehet. Lehet egy mozgásszegény életvitel, lehet egy túlságosan megterhelő emésztés, egy túlságosan megterhelő étkezés, amikor folyamatosan úgymond ugyanarra a sémára gyártott ételeket eszünk. Lehet egy folyamatosan környezetből jövő nyomás, amikor folyamatosan számon kérnek tőlünk valamit. Lehet egy régről hozott bántalom, amit nem sikerült feldolgozni, lehet akár egy haláleset, ami nagyon megérintett minket, és nem tudtuk feldolgozni, tehát ennek számos oka lehet. Amikor valaki úgy érzi, hogy szorong, akkor érdemes egy pillanatra leülni, és végig gondolni, hogy milyen helyzetekben szorong, mi az, ami kiváltja belőle azt a rossz érzést. És akkor azzal próbálni megkezdeni valamit, és akár segítséget is kérni, amennyiben ez nem megy egyedül. Tehát akár egy baráttal is, ha nem mer még szakemberhez fordulni, hogy én ezekben a helyzetekben érzem rosszul magam. De ilyenkor meg fontos az, hogy ne bagaterizáljuk el, hogy majd elmúlik. Tehát, hogy igenis figyeljünk arra, hogy mik azok a helyzetek. És azáltal, hogy elmondjuk valakinek, hogy az a személy próbálja meg tükröt mutatni, hogy de biztos úgy van, tehát biztos azt érzed, amit te hiszed, hogy érzel, vagy biztos úgy történt az a helyzet, ahogy te gondolod, hogy történt, mert minden történetnek több oldala van. Én csak egyet látok, de azáltal, hogy elmondom valakinek, lehet, ha megmutatja egy másik oldalát a történetnek. És azáltal, hogy lássuk más oldalát a történetnek, rávilágítanak olyan dolgokra, amiket addig esetenként nem vettünk észre. És azáltal, hogy nem vettünk észre, vagy nem gondoltuk át abból a nézőpontból, lehet, hogy pont az a kicsi pont lesz az, ami oldani kezdi a feszültséget, a szorongást. És azoknak, akik mondjuk nem mernek változtatni, vagy nem mernek megnyílni, beszélni erről, nem mernek segítséget kérni, mit lehet elmondani, hogy milyen hosszú távú negatív következményei lehetnek, akár a saját életében, akár a családja, vagy éppen a környezete életében?
Szóval képzeljük el, mint egy nagy puttonyt a hátunkon, amiben folyamatosan teszünk még egy negatív gondolatot, még egy negatív érzés, még egy negatív tapasztalat, és az a putton egyre nagyobb lesz, és egyre lennebb nyom minket. És minél lennebb vagyunk, onnan annál nehezebb lesz felállni, onnan annál nehezebb lesz segítséget kérni és segítséget kapni. Tehát, hogy azt fogja érezni az adott egyén, jó nyilván szituáció és személyfüggő, hogy egyedül marad a saját gondjaival és gondolataival, hogy folyamatosan el fog távolodni mindenkitől, és azt fogja érezni, hogy kiégett. És kiégés az lehet munkában is, hogy már nem tudja csinálni, nincsen motiváció, de egy kiégés lehet ez kapcsolatban is, amikor már nem tudok egyszerűen kapcsolódni a másik személyhez. És ilyenkor igen, érdemes segítséget kérni, szakemberi segítséget. És egyébként a szorongásnak van köze mondjuk a megfelelési kényszerhez, amelyet talán ismét csatolhatunk a kiégéshez is, hogyha mondjuk nem tudunk megfelelni ennek a kényszernek? Igen, tehát azáltal, hogy mi szorongunk, folyamatosan valaminek meg akarunk felelni, egy elvárásnak, és akkor ez egy ilyen ördögi körre lesz, hogy meg akarok felelni, nem tudok megfelelni, szorongok, hogy nem tudok megfelelni, megint meg akarok felelni, és ez így megy ilyen mókuskerékszerűen, és azáltal, hogy nem tudunk megfelelni, ez hajt minket, de nem tudunk tovább lépni egy bizonyos szinten, és kiégünk, tehát egyszerűen stagnálni fogunk egy szinten, és onnan csak lefele tudunk lépni, mert egyszerűen felfele már azt érezzük, hogy nem tudunk. És akkor ilyenkor érdemes az, hogy akkor most kezdeni valamit ezzel az állapottal. Akár az, hogy kifele fordítom, hogy ugye elkezdek másnak is beszélni róla, egy olyan személynek, akiben meg tudok bízni, vagy akár egy szakembert felkeresni, aki ugye nem ismer minket, nem ismeri a hátterünket, aki csak a problémával tud foglalkozni, és csak a problémáról reflektálva tud segítséget adni, hogy megkeresni azt a módot, ahogy fel tudom tölteni saját magamat, és le tudom vezetni ezt a negatív életérzést, ami annyira felgyűlt már, hogy bénítólag tudhatni akár. A szorongást, a félelmet talán, a kiégést, ha nem is lehet talán szakmailag mondjuk egy kalapba tenni, de mégis, ha mondjuk ezeket általánosságban meg szeretnénk oldani, akkor érdemesebb, kisebb megoldásokat, változtatásokat eszközölni az életünkben, vagy időnként a terapeuta azt is mondja, hogy hatalmas változásokra van szükség, mondjuk egy munkahelyváltás, egy környezetváltás, egy lakás, vagy éppen egy településváltás. Melyik a gyakoribb, mondjuk a tanácsok, vagy a rávezetések szintjén a terapeuta részéről? Ez teljesen problémától függ. Tehát attól függ, hogy ki milyen jellegű, milyen nagyságú problémával jön be. Mert vannak olyan helyzetek, amikor igenis elegek az apró változtatások, elegek azok, amikor magamra máshogy próbálok figyelni, és akkor a környezetem is tud ehhez adaptálódni. De van, amikor meg annyira nagy jellegű már a probléma, hogy egyszerűen hiába hoznék én apró változtatásokat, mert azzal nem érnék el látványos sikereket, és akkor meg igenis kell az a nagy változás. Mert van az a szint, amikor nem elég a kis lépés, mert onnan már nagyokat kell lépni, és van, amikor a szép kicsi lépés az tud nagyobb eredményt hozni, de ez tényleg személyfüggő. Remélem, hogy azzal, hogy a stresszről, a szorongásról beszéltünk, egy kicsit szorongásmentessé és stresszmentessé tesszük a nézőink életét, és köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolataidat, megosztottad a tapasztalataidat, a szakmai tudásodat, és köszönöm, hogy rávezettél, hiszem azt kisebb-nagyobb problémák megoldására, illetve arra, hogy merjünk lépni, ha ilyen élethelyzetekben vagyunk. És még egyszer azt is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a beszélgetésre. Én is köszönöm. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket jövő héten is, a megszokott időben. Viszontlátásra!